Üdv újra mindenkinek! Ebben a videóban kicsit összegezzük, hogy az őstörténetről, vagy a magyarság számára úgy kérdés, hiszen ez a fa gyökere, és gyökér nélkül elhal a fa. Arról mik azok az információk, amik hazugságok, akár hivatalos oldalról is, és mik azok, amelyek biztosan igazak. Ugye nem néz kitalálni, hogy mik azok az attribútumok, amik a magyarságot jellemzik az ős magyarsággal egyetemben. Ezeket kellene tisztába tenni, illetve megnevezni, és hát megkeresni azokat a kultúrákat, amelyektől ezt mi örököltük, illetve hát nyilvánvalóan az őseinknek is kellene kultúrákat tekinteni. Ugye elmondtam előző videóban, hogy vagy előző videók egyikében, hogy létezett egy botály kultúra, hát ott nagyjából az Urál-hegység keleti részén, amely teljességgel európid kultúra volt. Azt hazudják róla, hogy indoeurópai nyelven beszélt, holott semmi nemű nyelvemnek nincs tőlük, részkori kultúra. És a lóról vadásztak lóra, tehát a ló szelidítése az ő nevükhöz fűződik. Ez az egyik kiindulási pont, amit a magyarsággal kapcsolatban tudnunk kell. Apai vonalon az R1B haplocsoport jellemzi, és hát ugye a honvisszafoglaló magyaroknál is ezen R1B keleti ága az, ami hát ős magyarnak tekinthető. Ezeknek a botai embereknek a leszármazottai a jamnaja vagy kurgános kultúra népe, és ez a kurgán kultúra, ez szintén ugye a Dél-Urál, pontuszi vidékek és a Kárpát-medencében, vagy az Alföldön ugye nyúlványt képez. Jellemzi őket a halomsíros temetkezés, a kőbaba vagy kőbálvány legkorábbi előfordulási formái, és ez is ugye jellemző a hunokra is, a szkítákra, a szalmatákra és ezáltal a magyarokra is. És hát ez is egy nagy állattartó, pásztorkodó, lovas nép, szintén L1B haplocsoport. És ennek van egy keleti ága, ennek a jamnaja kultúrának, az úgynevezett Afanaszjevó kultúra, az pedig már beolvad majd a hunokba is, tehát az ázsiai hunbirodalomban is. Jelen van, ez viszont már ugye Szibéria, Altaj vidékére nyúlik, tehát keletebbre. De ettől függetlenül ezek nem mongolid emberek, és nem az úgynevezett finnugor népekhez tartoznak, annak ellenére, hogy ugye az Urál-hegység az említve volt az ő leledzésükkel kapcsolatban. Tehát ez az egyik nagyon fontos vonal, amit tisztázni kell. Az Árpádok nem ide tartoztak, de nagyon sok magyar, ma élő magyar is ide tartozik, például én, tehát az apai vonalon. Nekem ezek a kultúrák az őseim. Azt sem szólom, hogy lehet vitatkozni, hogy szkítáknál, szarmatáknál, aláloknál, unoknál és egyéb más tényleg olyan népeknél, amelyek olyanság rakonítása kapcsán felvetődnek, ezekkel az ősi kultúrákkal számolni kell. Itt azt elfelejtettem mondani, hogy a jamnaja és az afanaszjev azok bronzkori kultúrák. Tehát a botály ezek közül a legidősebb. Aztán létezik a R1B ág, ezt azért így kell elmondani, ami a szintén bronzkori zsinór díszes kultúrától kezdődik. A gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy közép, észak-közép és észak-kelet-európa vidékén terült el, és innen bizony olyan eredje a haplocsoportok láttak napvilágot, amelyek kapcsán eljutunk az Árpádokig. Ha ezt az eredje a vonalat nézzük, még akár a bronzkorban, akkor például a Kárpát-medencében Szólád településnél találunk egy mintát, Z21-23, ami ugye 4500 éve Baktria területén mutálódott, de visszaáramlás történt nyugatra, és a kisapostak kultúra területén megtalálták, most már avarnak hazudja az akadémia, hogy ne legyünk itt a bronzkor óta, vagy rokonaink. A szintasta kultúra szintén az Urál környékén volt lokalizálható, ennek az utóda az andronovói kultúra, de a baktria kultúra is kapott a szintasta kultúrától ugye hatást, tehát emberek költöztek le délebre. És aztán természetesen a hunoknál szintén ez az R1A haplocsoport, ez tovább él. A keleti ága
ezek az E94, Z93, Z2125, Z2122, Z2123, és ennek még a dalágai lennének. Kelet-Európában is van eredja, ugye a Srubnaja kultúra, ami szintén a Pontus vidékén, Volga vidékén leledzett, és az ezt megelőző előd kultúrák, ugye Poltavka, Potapovka, majd az azt megelőző Abasevó kultúrák. Tehát itt az eurázsiai sztyeppe az teljes mértékben le van fedve, és ez ezen népek közül szintén nem kapcsolódik egyik sem a finnugor népekhez, bár ugye a kárdad vér vagy zsinórdiszes kultúra, amely a korabronzkori kultúrákhoz tartozik, az bizony már határmezsgyén van az etnogenetikailag finnugor régió mentén. És vannak már olyan elméletek, hogy akár a finnugor nyelve családot, azt részint paleoszibirid gyökerekre vezetik vissza, részint pedig, hát vannak olyan elméletek, amiket a zsinórdiszes kultúra adná az ős-európai részt. Ezek elméletek, logikus elméletek, meg jól hangzanak, de amíg nincs archeológiai bizonyíték, tehát valamilyen írásos emlék, addig ezek találgatások maradnak. Nagy valószínűség szerint akármi, de nem tény. Jó, tehát a két haplocsoport, amiről szó volt, tehát L1B, L1A, egyébként az L1B-nek is a keleti ága az, ami igazán az kit a magyar, magyar kultúráknál jelen van, ugye ez a Z21-03, 06-09, 05, ilyesmi. De ez már a Jamnaja kultúrának a jelenléte, például a zsinórdiszes kultúra területén is. Aztán persze az se kizárt, hogy a zsinórdiszes kultúra is valahonnan keletebbről települt, a sztyeppe vidékről. Kell majd egy alanyó adatbank, és akkor erre a kérdésre is választ lehet adni. Na de, mind az L1B, mind az L1A előbb említett ágait közös nevezőre tudjuk hozni a 24 ezer éves Málta Buret kultúra kapcsán. Az a Bajkál-tó vidékén élt, mamutvadász kultúra volt, az utolsó jégkorszak előtt időkből származik, és itt találtak archeó mintát, ugye az R haplocsoport kapcsán. Na most ez a Málta Buret kultúra az úgynevezett Ane, Ancient North Eurasian vadászgyűjtögető népességekhez tartozott, és hát ez az a pont, amit még tovább lehet vinni az időben, és feltehetően a európai, vagy nyugat-ázsiai, vagy mindkettő ősnépességéből alakult ki ez az Ane kultúra. Tehát ha tényleg ilyen 40 ezer évekre akarjuk visszavetni, akkor nagy valószínűség szerint az európai vadászgyűjtögetők és a nyugat-ázsiai vadászgyűjtögetőkhöz jutunk el. Tehát jól látszik, hogy ez a keletre, nyugatra, nyugatra, keletre, ez működött már az igen régi múltban is. Még vannak érdekes haplocsoportok. Én csak azt említem, ami, tehát ez a kettő, ez az a leginkább a magyar őstörténet szempontjából beszédes haplocsoport, mert mondom még egyszer, hát ahol az ember a lovaglással kapcsolatos dolgokra szert tesz, a kőbabára, a halomsírra, azt nem lehet kihagyni például a magyar őstörténeti gyökerekből. Lehet azt mondani persze, hogy lehetne azt mondani, hogy hát ez egy kulturális örökség, még átvették, stb., de ha ott a gén is, akkor az nem átvétel, akkor az ember is ott van, aki ezt gyakorolta. Márpedig ott van a gén. Aztán vannak ilyen kiegészítő haplocsoportok, amik régiókat jelölnek. Például a G haplocsoport, ennek nagyon sok ága van. Az egyik ága, ezeket nem szoktam belemenni ezekbe az alágakban, mert akkor aztán tényleg elveszik az ember a részletekben. De fogalmazok így, a G haplocsoportnak az egyik ága az a Kaukázus, és északi elléteréből kerül a magyarság etnogenezésébe, a másik pedig a Kárpát-medencéből. Amelyik a Kárpát-medencéből az anatóliai földműves eredetű, de egyébként a kaukázusi is, csak hát nyilván az ilyen helyben maradt aztán. De ezek a régiók megint megjelennek a magyar őstörténet kapcsán. Nem mondom azt, hogy az L1B-nek meg az L1A-nak nincs itt létjogosultsága ezen a régiókban, de a G haplocsoportról, tehát most haplocsoportokról beszélünk, és nem régiókról, hogy ott milyen haplocsoportok fordultak elő. Aztán van a J2A, egy haplocsoport, ez egy termékeny félhord eredetű, de például a mai kurdokban, cserkeszekben, tehát megint csak ez a
Észak-Mezopotámia, az Agrosz hegység, Kaukázus vidék jelenik meg. A J1 haplócsoportról mindig elmondjuk, hogy a szarmaták között is ki lett mutatva ez a méd, eredetre mehet vissza, vagy médiai eredetre, mert ott is van mindig egy méd uralkodó vonal. Az lehet, hogy éppen mondjuk egy keleti eredja volt, ki tudja, ugye Hurriknál, Madáknál, ugye azok állama volt a Mitanni, de a méd állam is, hát ezeknél nyilvánvalóan mindig volt egy keleti ág, és mindig volt egy helybeli ág. És a helybeliekhez kötődik ez a J1 inkább. De a Dagesztánban ugye a zavarok között is magas. És hát vannak olyan, hát inkább európai, ma inkább európai haplócsoportok, amik szintén érdekesek. Például az I2A haplócsoport L621-es alága, ami feltétlenül ugye bádeni, kukuteni, de akár zsinórdiszes eredetre is visszamehet. Vagy legalábbis ezen kulták területén feltétlenül megtalálható volt. A Bádenbe biztos, azt kimutatták, vagy legalábbis az ősét, ugye az I2, de ha lehet, hogy ha lebontják, akkor eljutnak az L621-ig. A Báden az a péceli kultúra, ami Trójával áll kapcsolatban, meg az etruszkokkal is, úgyhogy az a kárpát-medencei kultúra, amely kultúra idején régészetileg egységes a Kárpát-medence, tehát azt lehet mondani, hogy itt egy államalakulat működött már a részkor vége óta. Jó. Aztán van az EV13-as haplócsoport, ez megint sok minden lehet, de mivel Szubartu területén és a Volga könyökben is megvan, ezért feltehetően a magyarságnál jelenlévő alágai, azok ezen régióhoz köthetőek. Na de, beszéljünk az Urál vidékről is. Ugye nyilvánvalóan ma néztem pont, vagy néztem volna, azt elnyomtam, mert hemzsegett a hülyeségtől, meg a hazugságtól. Türk Attila régész, én nem tudom, lehet, hogy jó régész, de nyelvészettel indít, és ugye a nyelvészeti hülyeségeket ismerteti. És ezen nyelvészeti hülyeségekre alapozva mondanak olyan marhaságokat, hogy a magyar nyelv Krisztus előtt 1000-be, meg 500-ba alakult ki, meg ugye uráloznak, stb. Az Urál-hegységnél a magyarság, ami ténylegesen urali génekkel is járó állapot volt, az a Hun birodalmat elhagyva történik. Na most ez képzavaros fogalmazás volt, tehát azt lehet mondani, hogy volt egy ázsiai Hun birodalom, ahol a magyarság, mint baktriai, meg egyéb más keleti szkíta érkezik be. Türkök őse az altai bronzkor, a mongolok őse a szlepgrév, más gyökerűek, csak közös birodalmunk volt velük, tehát nem lehet testvériségben gondolkodni. És, vagy legalábbis az ősi út az különböző gyökerekből ered. És amikor elhagyják ugye a hunok az ázsiai területet, akkor van egy nagyon érdekes mozgás, hogy az N haplócsoportnak a finnugor népekre, vagy fogalmazok úgy, hogy a kantimansi jellegű népekre jellemző alága, és elmozdul a baskírjai területekről, avval az eredja egyel és eredjével, ami a baskírokra jellemző, ez teljesen egy időben történik. Ez a Krisztus korabeli időszak, de egyébként ez a finnugor jellegű, vagy kantimansi jellegű, ez csak egy honvisszafoglaló magyarnál van kimutatva, ugye a Tiszakécske-Ókécske, az L34, L1034-es alág. Ám de a mai magyaroknál, csángoknál, székeknél ki lett mutatva. És ezt is megfejtették, hogy pont ugyanakkor mozdul el Baskíriából, mint az eredjának a ránk, vagy az Árpádokra jellemző alága, illetve a keleti eredjé, ami a baskírokkal köt össze minket, mind a három haplócsoport. Tehát teljesen egyértelmű, hogy genetikailag is igazolva van, hogy mi az amit ilyen uráli őshazának, meg akárminek mondanak, az a Krisztus idején volt, és nem őshaza volt, hanem a hunoknak egy telephelye. Ahonnan nyilván sodortak magukkal különböző uráli jellegű emberkéket, és valószínűleg egyébként az én anyai ágam is egy ilyen, ugye Baskíriából érkező finnugor népekre jellemző, ugye ő ult B1A haplócsoport lenne. Tehát azt lehet mondani, hogy a genetika az teljes mértékben szétzúzta a finnugor elméletet, de az igaz, hogy a magyarok között abban az időszakban, amikor a Baskíria területén éltek ilyen elsősorban volgai fény jellegű, de másodszorban ilyen kantimans jellegű
elemek is. Tehát nem ős hazánk a szóban forgó régió, Magna Hungária, amit Julianus Barát megtalált, hanem a Hun birodalmat követő tartózkodási helyünk, és most hagyjuk el a genetikát, Julianus Barát itt magyarokkal beszélt. Következésképpen a hunok, az európai hunok is magyarul kellett, hogy beszéljenek, hiszen akiket ő ott talált, azok a hunok, akik nem érkeztek be a Kárpát-medencébe, hanem ott maradtak Krisztus idején nagyjából azon a területen. Természetesen az helyben maradt magyarokat elönti a tatár-mongol hullám, aztán ilyen kipcsak jellegű birodalmak uralma alá kerülnek, tehát teljesen átalakul a nyelvük elsősorban. És hát ezek a mai baskirok. Na most ilyen arab és egyéb iszlám forrásokban ugye baskirok egyenlő magyarok, illetve a mi gesztáinkban is Szkítia három részre hozható, Denciára, ugye Dontő lehet valószínűleg ez a rész, Magyariára, ez a legnyugatabbi, és Baskiriára. Tehát valószínűleg ez a Baskir, ez nem is biztos, hogy a Besgúrból származik, de az is lehet, hogy a régió kapta a Besgúrokra nevét, ebben fölösleges bennünk egy teljes mértékben irreleváns őstörténeti szempontból, tehát az a lényeg, hogy jó, hogy finnugor ős haza ilyen soha nem volt. Hun tartózkodás, vagy hun birodalom volt, azt elhagyják a szkíta jellegű hunok, megtelepednek a mai Baskiria területén, ott nyilván már élnek volgafi jellegű, vagy kantimansi jellegű elemek, és azokkal kiegészülve indulunk el nyugatra. Tehát ez a magyar helyes magyar őstörténet, és a mi gyökereinket a Botály, a Jamnaja, az Afanaszjevó, a Szintasta, az Abasevó, a Kardedvér, Poltavka, Potapovka, Srubnaja, Andronovó, Baktria, Margiana kultúra jelenti, és hát természetesen ezt a baktriai régiót, meg a horezmi régiót, amelyek ugyan Közép-Ázsiában vannak, ezeket régészetileg és feltetően genetikailag is kapcsolatba lehet hozni a Mitanni Húri birodalommal, a Kuraraxes harmadik régészeti rétegével, azzal a területtel, ahol a Nimród örökség és a magyar helynevek leledzenek. Köszönöm a figyelmet!